A Nézőművészeti Főiskola tanárai nyílt napot tartanak a nyíregyházi közönségnek, akik az előadásban a növendékeket alakítják. Így kezdődik a közeli jövőben játszódó történet. Eszerint a Kultuszminisztérium létrehoz egy felsőfogó oktatási intézményt, amely diplomás nézőképzéssel foglalkozik. A diploma tulajdonképpen egyfajta jogosítvány, ami azt igazolja, hogy tulajdonosa alkalmas a színházban ráváró fokozott pszichikai és fizikai terhelés elviselésére. Tasnádi István színházi szatíráját a Nézőművészeti Kft. Előadásában láthatja a publikum a Krúdi Kamara színpadon. A főiskola alapító tanszékvezetőjét Scherer Péter játsza. Szerintem szuperek voltak a nyíregyházi nézők, nekem nagyon tetszett az egész. Mi már Budapesten egy picit nagyobb térben játsszuk ezt, mondjuk dupla ennyi embernek, és ettől egy picit ez a családiassága, és az, hogy nem kellett nekünk annyira küldeni energiába, hangban, stb., és a finomságokat is meg lehetett csinálni, és ezek, erre a nézők érzékenyek és voltak, és jól reagáltak. Nekem ez egy nagyon jó élmény volt. A főiskola másik tanára, az alternatív dekódolás docense, Mucsi Zoltán, aki próbálja megtanítani a publikumot, hogyan nézze a produkciót, és hogyan viselkedjen, hogy ne zavarja az előadást. Vannak olyan esték, amikor nem találkozik a nézőkkel az ember, hanem csak nézők vannak, de nem jön létre egy találkozás. De ez is azért nagyrészt nem így van, hanem sokszor találkozunk, vagy mint ma este. Mi azt éltük meg, hogy találkoztunk a nézőkkel. A művészek az előadást a 2003-as bemutató óta több mint 200-szor játszották már országszerte. A szatíra 2004-ben a Vidor Fesztivál fődíját is elnyerte. Scherer Péter és Mucsi Zoltán kollégájával, a tanársegédet alakító Katona Lászlóval a komédiázás mellett valódi drámai pillanatokat is a színpadra varázsol, emlékezetes perceket okozva a közönségnek, akik ez alkalommal nem csak nézők a színházban. Az Árkosi Árpád rendezte szatíra bérletes előadásként látható a Móricz Zsigmond Színház kamaraszínpadán. A nézés készség.